Alihon, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán, és újra egy Rossmann online rendelés. Mielőtt még azt gondolnátok, hogy én folyamatosan online rendelgetek a Rossmannból, ezért ez így nem igaz, de az biztos, hogy mostanában kevesebbszer megyek két lábon. Ennek egyébként több oka van, az elfoglaltság és egyéb dolgok. A másik, hogy most ez az online rendelés létrejött, hogy tegnap, azaz január 27-én ingyenes volt a házhozszállítás, és nekem elég sok mindenre megint szükségem volt, és arra gondoltam, hogy kecskés jól lakik, káposzta is megmarad alapon, most megint berendelem, de viszont valahol egy picit elcsesztem ezt a rendelést, mert amikor leadtam délelőtt, és ugye Rossmann futár ingyenesen hozza, ilyen szép szatyorba összeállítva minden, utána jutott eszembe, hogy kimaradt egy-két dolog, és azt viszont már nem tudtam ebbe a 10 és 12-es intervallumba, tehát érkezési intervallumba berakni, úgyhogy képzeljétek el, hogy ezért ma hozzám kétszer jön a Rossmann futár. Ez ugye 10 óra körül megérkezett, és a másik szabad idő intervallum meg 18 órától volt, úgyhogy valamikor este fog jönni a maradék. Úgyhogy majd azt is hozzá fogom venni. Nézzétek el nekem, most ne haragudjatok, hogy nem vagyok kisminkelve, mert ma egy pihenőnapom van, holnap koncertem van, ma pihentetem az arcomat, ma fogok hajat készíteni, lehet, hogy még be is festem, de mindenféle szempontból ma pihentetem a bőrömet. Egyébként nagyon szép állapotban van, úgyhogy semmi takargatni valóm nincs. Amióta egyedül szedem és festem a szemöldökömet, ezzel is meg vagyok elégedve. Ma még manikűrözni is fogok, de hát lássuk, hogy mi van a csomagban. Ezt gyorsan itt mutatom, mert ugyanis darabra is megszámoltam, hogy rendben van-e. Azt mindig megnézem, hogy megvan-e a rendelés pontosan, és általában mindig stimmel, hál' Istennek. Úgyhogy most a cicák kaptak ilyen kis tálcás kajákat. Ez a Winston a Rossmann saját márkás terméke. Kaptak ilyen halasat, kapott a Cilu ilyen szeniorosat, mert ő már idősebb cica, meg a juniort is kaptak. Ugye, mert a kicsi az még még ilyen junior tápot is kaphat. Úgyhogy itt mindenféle van, látjátok. Főleg egyébként a halasok azok, amik ilyen nagyon menők, de csirkés is van, pulykás is van, úgyhogy ezt most nem sorolom végig, elég sokat rendeltem, és hát nagyon meg vagyok elégedve ebben a Jackie alommal, úgyhogy most egy ilyen nagyobb kiszerelést, 10 kilósat kértem, és ez meg is érkezett. Nos, nézzük, hogy mire rejlik itt a dobozban, illetve szatyorban. Mindig nagyon kulturáltan ilyen rossmannos szatyrokba hozza a futár. Elfogyott ez a Mr. Proper, amit én nem csak a fürdőszobában használok, ez egy baromira jó tisztítószer, úgyhogy ez kellett. Majdnem minden le volt akciózva, úgyhogy azért rendeltem most ezekből. Rendeltem egy ilyen pur argánolajos, meg is szagolom, hogy milyen illata van. Nagyon finom illata van, mosogatót, és ez egy ilyen nagyobb kiszerelés, méghozzá 750 milli. Különben általában ezt szoktam venni a Pennybe, és ugye ez egy ilyen kis 500 millis. Nos, haladjunk tovább. Rendeltem, ez mindig fogyóeszköz, most éppen ezt a Power Fresh, ilyen citrusos, óceán illatú Domestost. Akkor rendeltem, és most ezt tudatosan, én nem nagyon sokszor szoktam ezt a hideg zsíroldót venni, de megmondom, hogy ezt miért rendeltem. Ugyanis, tadám, becsukom addig ezt az ajtót. Szóval, rendeltünk, mert ugyanis tönkrement az előző sütő, és egy csodálatos vadi új sütőnk van. Nagyon-nagyon szép, gyönyörűséges, és különben ez egy Zanussi. Csoda. És itt mögötte ugye a réginek, itt volt ez a
lehajtható fedője, erre nem is tettük rá, mert tök fölösleges. És itt szeretném, látjátok, itt kialakultak a csempén, meg itt is, ilyen zsírfoltok. Úgyhogy ez így most jobban látszik, meg itt is fölötte. Úgyhogy ezt fogom lerobbantani a hideg zsíroldóval. Úgyhogy ezt célzottan ezt ezért rendeltem. Úgyhogy ezt ide is rakom, mert ezt mindjárt be fogom aktivizálni, és állati jó, annyira klassz ez a sütő, úgyhogy nagyon meg vagyunk vele elégedve. Na, szóval haladjunk tovább. Rendeltem, mert most elfogy az Izana száraz samponom, és most egy ilyen 4:1 lilát rendeltem. Egyébként szerintem ezt véletlenül, mert nem ezt akartam, hanem tudjátok, hogy melyiket szeretem, azt a pirosasat, de szerintem véletlenül raktam be ezt, tehát nem vettem észre, de ez is jó lesz most. Semmi baj nem lesz ezzel. És akkor rendeltem még pár dolgot, azt megmutatom is szemből. Nos, rendeltem manikűr cuccokat. Rendeltem egy ilyen 3 darabos Rival Loves Me-s French manikűr szettet, amit ma be is fogok izzítani, ugyanis az Essie barna színű körömlak, ami egyébként állati tartós, és nézzétek meg, hogy most ennyire kopott meg, ugye egész héten különben zongoráztam, és egy hete majdnem rajta van a körmömön, úgyhogy csoda. De most, mivel holnap koncertem van, arra gondoltam, hogy ilyen kis decens szettet berendelek. Úgyhogy ezt most megrendeltem, nem tudom, hogy még melyiket fogom felrakni, majd nem úgy fogom megcsinálni, ahogy a hivatalosan a French manikűrt, tehát a francia manikűrt kell megcsinálni, de majd kitalálom. És rendeltem egy Moira fedőlakot, mert a Moira körömlakok nekem nagyon-nagyon beváltak, és nagyon-nagyon meg vagyok velük elégedve. El fog fogyni az egyik kedvenc reggeli vagy nappali arckrémem, ami nem más, mint a Mixának a hialurogéje, és ez is most le volt akciózva nagyon jól, úgyhogy ilyen 2000 forint körül volt talán így az akciós ára. Úgyhogy imádom ezt a krémet, én ezt használom mindig reggel, egyébként imádom magát az illatát is, mert nagyon jó, és ez egy tényleg, imádom, ez egy nagyon könnyű, nagyon lágy, és nagyon hidratáló krém, és ugye hialuronsav van benne, 10% hialuronik acid, és most elhasználom, ami itthon van, és ez most a tartalék, és most jön az utolsó termék, ami egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom illat, és egy kicsit beszélek is róla. Nos, képzeljétek el, hogy szerintem még valamikor tavasszal, nyár, ilyesmi, Almapapi csatornáján láttam, hogy mutatja, hogy nagyon-nagyon szereti ezt a parfümöt, ami nem más, mint egy drogériába kapható, viszonylag olcsóbb árkategóriájú parfüm, ami a Tom Taylor márkának az Urban Life Woman illata. És én akkor vettem egy parfümöt, és nagyon nem jött be, és aztán végül is azt eladtam, egyből rácsaptak, akik azt az illat, családot, illat típus szeretik, és gondoltam, hogy hát nekem kell akkor helyette egy másik, és elmentem a drogériába, azt hiszem, hogy a DM-be mentem, igen, és megszagoltam ezt az illatot, magamra fújtam, és így egész nap éreztem a csuklomon, és másnap visszamentem, és megvettem. Úgyhogy azóta tartott végül is mostanáig, tehát egészen jól bírta. Azt hiszem, hogy ugyanez a kiszerelés volt, mint hogyha igen, ez egy 50 millis. És ez most le volt akciózva a Rossmannba, azt hiszem, hogy 4000 forintért sikerült megszereznem, és én ezt most azért vettem újra, mert a hétköznapokban ezek a nagyon drága, nagyon tömény, nehéz, intenzív illatok nekem egy picit, hogy suliba menjek, hogy üljek a buszon, hogy csak úgy legyek,
nekem ez egy picit most too much. Tehát most itt értem az Yves Saint Laurent Libre parfümömet, illetve a Lancôme La Vie Belle parfümömet. Ezeket én nem nagyon szeretném hétköznap használni, hanem én inkább alkalmakra szeretném megtartani, úgyhogy a hétköznapokra vásároltam újra ezt a csodálatos kinézetű és illatú. Igen, imádom. Tehát ez a Tom Taylor illat, ez számomra egy tökéletes nappali, hétköznapi ilyen ildikós illat, és én elhiszem, hogy sokan szeretik. Ebben van valami nagyon izgalmas illatkompozíció. Én nem nagyon szoktam annyira utána olvasni ennek, hogy most ilyen feljegy, olyan szívjegy, olyan izé. Jó, ez egy abszolút virágos jegy, ebbe van nagyon sok édeskés, ebbe van vanília, ebbe van ilyen jázmin, virágok, és egy nagyon kis pici fűszert is érzek benne, de mindenképpen egy nagyon tartós illat, és ez nem egy nagyon drága illat. Tehát tulajdonképpen ez azt mondom, hogy így elfújkálni hétköznap tökéletes, nagyon passzol hozzám, nagyon szeretem, hogyha nem ismeritek, akkor mindenképpen menjetek be drogériába, szagoljátok meg, próbáljátok ki, és írjátok meg nekem kommentba, hogy ismertétek-e, vagy használtátok-e, vagy ki akarjátok-e próbálni, vagy megszagoltátok-e. Úgyhogy tömören ennyi, úgyhogy én ezt megrendeltem, mutatom, így néz ki a doboza, ezt keressétek. Nos, lányok, fiúk, itt a mese vége, elfogyott a szatyor, már mint hogy kiürült. Ez már egy ilyen kis lájtos, tehát hogy nem csináltam sminket, mondom, ezt nézzétek el nekem, de talán így is vállalható, én vállalom így magamat, úgyhogy semmi, nekem ebből nincs problémám, és végül is ez nem egy smink videó volt, úgyhogy ennyi. Ehhez még hozzá fogom tenni aztán azt a pár dolgot, amit még rendeltem, ami sajnos ebbe az időintervallumba, ebbe a szállítási időintervallumba nem fért bele. Ezt még hozzácsapom a videóhoz, de most köszönök el tőletek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, ha még nem iratkoztatok föl, iratkozzatok föl a csatornámra, kommenteljetek, lájkoljátok, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Most jól be is fújjon magamat parfümben. Na, sziasztok! Mutatom, hogy hány óra van. Este 6, és 6 és 9 óra között volt az időintervallum a kiszállításra, úgyhogy ez számom se lehet, mert 5 perccel előtt. 6 perccel, vagy illetve mennyi? 4 perccel 6 óra előtt becsöngetett a futár, és akkor gondoltam, hogy valami érdekes is legyen. Kis Cilukát, meg Dolikát is így mutatom. Na, szaladjál, picike! Na, szaladjatok! És itt van a rendelés, nézzük meg, mi van benne, ami ugye kimaradt. Ugye csak mutatnám, hogy a francia manikűrt is megpróbáltam, hát közelről nem szabad szerintem nézni, de messziről jól néz ki. Jól fog kinézni a koncert, nagy színpad, messze állok, úgyhogy ezt így fogják látni az emberek, úgyhogy ez így pont nagyon konszolidált és decens. Nos, ezek ilyen női dolgok, de azért mutatom meg, mert ezek a betétek egyébként nagyon-nagyon jó árban vannak, úgyhogy most szükségem van rájuk. Ezt a márkát keresétek a Rossmannban, nagyon-nagyon jó árban van, nagyon olcsó, és ilyen 300-400 forint közötti 32 darab, szóval tényleg borzasztóan megéri, és ez a Bella is nagyon jó árban van, úgyhogy egy rakás éjszakai, meg mindenféle hosszúságú, szárnyasságú betétet rendeltem. Úgyhogy ez, mondom, ez a Facelle, ez egy nagyon jó árba lévő, és kényelmes is, és vékony is, és ultra, úgyhogy ezek a női cuccok. És akkor elvettem két szappant, még ettől a Baby Dream-től, ez egy ilyen ultra szenzitív jojoba és kamilla kivonatot tartalmaz, ezt most meg fogom szagolni.
Hát isteni finom illata van, úgyhogy ez nagyon jó lesz szerintem. És a másik szerintem 30 éve kedvencem, ez a lanolinos baba szappan. Isteni illatú ő is, úgyhogy most picit átérek ezekre az ilyen kímélőbb, szenzitív, természetesebb dolgokra, és rendeltem még egy Sajos Oleo Intense ammoniamentes hajfestéket, az 592-eset, és hát holnap koncertem van, úgyhogy nem kizárt, hogy fölrakom a hajamra. De ezt még eldöntöm. Úgyhogy ez, ami kimaradt a délelőtti csomagból, úgyhogy extra szegények két futárt kellett, hogy küldjenek. Közben az esti vacsi is itt van. Milánói a reszelt sajtal is, hát egy fantasztikus nagy adag húsleves, amit ma főztem. Na most kapták meg az első ilyen kis konzervet. Lássuk, hogy ízlik nekik. Na, jó étvágy a cicákok. Sziasztok!